Orvosi vizsgálattal indult a hét a Győri FC labdarúgói számára. A csapatban most még nincs új játékos, de biztos, hogy lesz majd változás a keretben. A sérült és műtét labdarúgók egyetlen kivételrel mind meggyógyultak, csak Sasha Stevanovicsnak kell külön készülnie a héten. A kapus derék problémák miatt már több mint egy hónapja kezelésekre jár. Jobban vagyok, mint ami, ami volt, de még mindig külön leszek ezek héten. Megpróbálom, hogy meddig fog bírni a terelés a, direkt, ha minden rendben lesz, akkor jövő, jövő, hét, akkor csatlakozom a csapata. Miután a vezetőedző a fél csapatot elengedte az utolsó mérkőzésről, legtöbbjüknek három hét után kellett újra jelentkezniük. Úgy érzem, hogy sikerült magunk kipihenni, ugye volt három hét pihenőm, az alatt is ugye megkaptuk, hogy mit kell futnunk, kaptunk egy órát, úgyhogy folyamatosan mozgásban voltam, de már az jó volt elkezdeni az újra felkészülést. Az Eto július 13-án már tét mérkőzést játszik, hiszen ekkor rendezik a Superkupa döntőt. Néhány nappal később pedig már bajnokok ligája mérkőzés vár a zöldfejérekre, akiknek az ellenfelét a jövő hétfőn sorsolják majd ki.